Sorakoznak a dinnye szeletek a tálcákon a pécsi Kossuth téren. Mindenki megkóstolhatta pénteken a baranyai termesztők idei gyümölcsét. Az ormánsági dinnye most úgy áll, hogy körülbelül fél időben vagyunk, tehát a korai ültetések lassan lefogynak, a későbbiek azok lassan éregetnek. Az ágazat, hogy az ormánságban ilyen 150-200 hektár között mozog a terület minden évben, ez lecsökkent a valamikori 7-8-900 hektárról, de ez a termőterület, aki csinálja, az megtalálja a helyét a Magyarországon. Tehát ennek a dinnyének megvan a helye, vagy maguk árulják el a termelők, vagy kiskereskedelmi hálózatok beladják, vagy vagyunk páran, akik áruházakat látunk el görögdinnyével. Itt lehet fényképezni, van egy márka nevesített dinnyénk is, amit idén vezettünk be. Erről a hálóba csomagolt címkével ellátott dinnyéről van szó, ami biztosan erről a területről származik. Idén is jó minőségű az ormánsági dinnye, ami a kiváló termelőknek az érdeme, mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi elnöke. Azt látjuk, hogy szívesen fogyasszák a vásárlók, egyre jobban igényesebbek a dinnyére. Azt látjuk, hogy a rövid ellátási láncnak köszönhetően az este leszedett dinnye már másnap reggel itt van a piacon, vagy akár 24-48 órán belül. Én úgy gondolom, hogy a termelők magas színvonalon nagyon jó minőségi dinnyét tudnak megtermelni. Fél idénél vagyunk a dinnyével, ez attól függ, hogy még milyen lesz az időjárás, mennyire lesz kegyes hozzánk, vagy milyen időjárás köszönt ránk. A baranyai termelők el tudják látni a vármegyét, nem szorul behozatalra. Ez a terület, mondja az elnök. Gazdálkodni ma nehéz, de van termelői kedv a dinnyéseknél, ezt mondja a főispán. Horváth Zoltán beszélt arról is, hogy segítik pályázati forrásokkal ezt a kertészeti tevékenységet. Az új agrár pályázati ciklus most indul, a pályázati felhívások megjelentek, célzottan a kertészeteknek is van két típusú felhívás, reméljük, hogy a baranyai gazdálkodók is élni fognak. Az egyik az hűtőkapacitások, hűtőházak, fóliasátrak és a termék feldolgozásához kapcsolatos, ezeket ilyen post-harver szakmai zsargonnal illetik, válogatógépet, csomagológépet lehet beszerezni. Bízunk abban, hogy tényleg többen is fognak ezzel a lehetőséggel élni, hogy az ültetvény beruházásokhoz is igényelhetnek támogatást. 25 és 20 milliárd forint értékben nyíltak meg ezek a pályázatok szeptemberi-októberi beadással, és a kormányhivatalunk dolgozik ezeknek a pályázatoknak az elbírálásában is. Tudatos vásárlás, erre hívta fel a figyelmet a baranyai önkormányzat elnöke. Keressék minél többen az egészséges, jó minőségű helyi termékeket. Álljanak meg útközben a dinnyárusoknál, vagy éppen a termelői piacokon, ahol elérhető, ahogy elnök úr is mondta, a baranyai mézétes görögdinnye. Az idei évben is megkóstolhatjuk, és amikor ezt megtesszük, arról azt tapasztaltjuk, hogy igen finom, mézédes, biztosak lehetünk benne, hogy egészséges. Úgyhogy arra biztatom a nagyvárosban élőket, a pécsieket, hogy keressék a kifejezetten baranyai termesztésű görögdinnyéket az árusoknál. Jelenleg Baranyában 41 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Összesen 117 hektáron vannak ültetvények az ormánságban. Ebből 5 hektáron sárga dinnyét, a többin pedig görög dinnyét ültetnek a családok.